Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége 2020-ban ünnepli újjáalakulásának 30 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból tagfelvétellel és emléktábla avatással egybekötött hálaadó szentmisét mutatott be Spányi Antal püspök, Ugris Tamás pasztorális helynökkel, Tóth Béla nyugalmazott plébánossal, Récsei Norbert és Kovács Zoltán plébánosokkal. És az, hogy itt a Pettendi kápolnában mutathatjuk be a szentmisét, főpásztorunk jelenlétében, közösségében, ez számunkra egy igazán nagy öröm. Az ünnepi esemény kezdetén a Kalász bölcsőjéhez az ország minden részéből nagy számban érkező tagokat először Kupi László alpolgármester köszöntötte. Lutzenbacher Miklós az 1800-as évek végén vásárolta meg ezt a területet, ahol ma állunk, és itt egy nagyon szép kastélyt építetett, és vele együtt egy kápolnát is készítettek. A kápolna 80%-a a II. Világháborúban elpusztult, és a maradék látható mai napjainkban. Viszont mögöttünk áll egy oltár, amely a II. Világháborúban jóformán eltűnt a föld felszínéről, szétbontották, szétrobbantották, és az elmúlt években kezdeményezésemre felállítottuk itt a kápolna mellett, elhozva a romokból, ami megmaradt, és hát egy szép Szűz Mária szobrot helyeztünk el, ugyanúgy, mint a háború előtti időszakban, ahogy kinézett. Fekésházi Kinga Kalász elnök az alapítás eredeti célját elevenítette föl, és az újra alapítás körülményeit. 10 év után betiltották a Kalászt, akkor 100 000 tagja volt, és 90-ben tudott hivatalosan újra alakulni, de már 80 után már szerveződtek azok, akik lányok voltak valaha, és most már nagymamák lettek. Úgyhogy 90. április 4-én lett bejegyezve ez a megújult Kalász, ami tehát folytatása tulajdonképpen az eredetinek. Ugyanazok folytatták, akik kezdték. És a mai ünnepen ezt a már 30 éve fennálló megújult Kalászt köszöntjük. A főpásztor először az 1936-ban alapított Kalász mozgalom alapítóját méltatta. Rájöttek, hogy az asszonynak nagyon fontos szerepe van a családban, a család lelkületét őneki kell képviselni, a család szellemiségét őneki kell a maga szeretetével, anyai szívével, imádságos lelkével meghatározni. Ezért elindította ezt a mozgalmat, amely ezeket a lányokat gyűjtötte össze, igyekezett nekik egy bentlakásos, mint egy kollégiumot teremteni, ahol 3 havonként jöttek új és új turnusban ezek a lányok, akik így ebben a 3 hónapban lelkileg, szellemileg fölkészültek. Nem az anyaságra, hanem a családanyai mi voltukra. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, és egy nagyon nagyszerű tevékenység volt. Itt állt ez a kastély, amelyben ők működtek, ez elpusztult, és ennek a helyére építette Tóth Béla atya ezt a kápolnát, amely most is áll, és amelyet fölkeresnek. Az ünnepet a kápolna kismérete miatt szabadtéren tartották. Itt került sor a szentmise keretében az új kalásztagok felvételére is. A főpásztor az elkötelezett életre hívta meg a tagjelölteket, akik a hagyományos fogadalommal válaszoltak a megyés püspök kérdéseire. Otthon, utcán és bárhol való viselkedéstekkel, jó példátokkal fele barátaitok, társaitok épülését előmozdítsátok. A főpásztor végül megáldotta a kalászképeket és jelvényeket, amelyeket átadott az új tagoknak. A szentmise végén Nényei Gáborné korábbi kalászvezető emlékezett meg az alapítóról és az újraalapításról. Mi most arra vagyunk itt hívva, hogy fedezzük föl, hogy szent helyen vagyunk, amiből merítenünk kell a jövőre vonatkozólag,
Hálából az üldöztetések után újjáéledésének 30. évfordulóját ünneplő Kalász mozgalomért a tagok táblát készítettek a Petendi kápolna falára, amelyet Spányi Antal megyés püspök áldott meg. Az ünnepség az ország különböző tájairól érkező Kalász csoportok bemutatóival zárult. Köszönjük a munkájukat, hogy megtartották nekünk, és igyekszünk majd továbbvinni és megőrizni ezt a kovászt.